Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagyon sok izgalmas tény hangzott el itt az előzőekben. Ugye Szújó Zolival már több rendezvényen voltunk együtt, és mindig az a félelem, hogy a beszédének a felét elmondja, mert így fogja, és akkor így ilyen teljesen ártatlan módon szóba legyedik az emberrel a folyosón, és aztán előbb lép a színpadra, és aztán elmondja. No, de... Tehát a mai konferencia és a mai lehetőség nem csak ezért izgalmas, hanem azért is izgalmas, mert összességében egy nagyon izgalmas világot élünk. Nagyon izgalmas világot élünk, mert a sebesség minden szempontból növekszik. Tehát növekszik technológiai értelemben, növekszik közlekedési értelemben, de növekszik piaci értelemben is a sebesség. És ugye itt elhangzott a digitalizáció, amely önmagába véve nem a mit kérdésre fog nekünk válaszolni, hanem leginkább a hogyan kérdésre fog válaszolni. Tehát hogyan leszünk gyorsabbak, hogyan leszünk versenyképesebbek, hogyan leszünk olcsóbbak, hogyan tudunk megfelelni azoknak az üzleti igényeknek, amelyet, hogyha én szeretnék egy mondatba összefoglalni, akkor egy kicsit arról beszélnék, hogy hogyan tudunk megfelelni a most gazdaságának, hogyan tudunk megfelelni a most kihívásainak. És ez most már nem csak egy generációs kérdés, hanem az egész társadalom vonatkozásában megjelent az a fajta igény, hogy nem csak az, hogy nem szeretnék már feltétlenül birtokolni eszközöket, hanem megjelent az az igény, hogy én most akarok mindent megoldani. Tehát, hogyha most van szükségem autóra, akkor most szeretném megkapni, hogyha most szeretnék kapcsolatba kerülni valakivel, akkor most szeretném megtenni, hogyha este 11 óra, akkor jut eszembe, hogy holnap reggel vegyem meg a vonatjegyemet, akkor azt most szeretném megtenni, nem pedig holnap reggel. És ugye a most gazdasága az igényeket fogja felénk támasztani, és ezek minden iparágra hatást fognak gyakorolni. És egyik ilyen válasz a hogyan kérdésére, az pontosan a drónok és a drónokba rejlő lehetőségekbe fog megmutatkozni. És ez fogja hajtani azt, hogy valójában, amit vezérigazgató úr is elmondott, hogy 7 éven belül ugye a durván 30 ezres polgári légi közlekedési szám Európában, az Magyarországon lesz csak a drónok tekintetében, tehát durván 30 ezer körüli repülést fogunk drónok szempontjából regisztrálni Magyarországon. Ehhez meg kell teremteni 5G vonatkozásba az infrastruktúrát is, de meg kell teremteni, ahogy államtitkár úr is mondotta volt, a mesterséges intelligenciának a behozatalát. És ez egy olyan ökoszisztémát teremt mindannyiunk számára, ahol egyébként már a hagyományos értelembe vett szerepek meg fognak változni. Tehát képzeljük el azt a szerepleosztást, vagy azt a működési mechanizmust, amely arról szól, ha szeretnénk egy fejlesztést végrehajtani, akkor szokás szerint írunk egy specifikációt, elküldjük, ott megvéleményezik, visszaküldjük, mi aztán visszaküldjük, akkor ők is visszaküldik, és akkor egyébként a világ pedig így elsuhan mellettünk. Tehát a hagyományos értelemben vett szerepek, és az, hogy a sebesség növekedett, ez befolyásolni fogja azt is, hogy a különböző szerepek, tehát a megrendelői, szállítói szerepek, ezek meg fognak változni. Tehát sokkal közelebb kell, hogy menjünk egymáshoz. Sokkal szorosabban kell, hogy dolgozzunk egymással. Sokkal inkább megjelenik az a fajta egymásra utaltság, amely akár a fejlesztésekbe, akár az innovációba, akár a digitalizáció jelentette kihívásokba meg fog jelenni. Ugye a piaci szereplők létrehozták a zalai önvezető járműipari klasztert, amelynek a Hungarokontroll is ugyanúgy tagja, mint a T-Systems Magyarország. Az ilyen típusú kezdeményezések pontosan arra adnak választ, hogy amikor jön az az igény, hogy a most gazdasága megérkezik sebesség szempontjából, innováció szempontjából, megérkezik a mesterséges intelligencia szempontjából, a tekintetben, hogy például egy ilyen repülés számot azt már nem lehet emberi erővel gyakorlatilag meghajtani. A T-Systems Magyarországnak és a Magyar Telekomnak van egy konkrét fejlesztése, amely Vanda névre hallgat, és amely arról szól, hogy az ügyfélszolgálatunkban egy mesterséges intelligencia által meghajtott robot fogadja a kérdéseket voice recognition alapján és válaszol.
És ebbe egy gondolatot hadd osszak meg önökkel, amely lenyűgöző. Nem az a lenyűgöző, hogy mit tud ez a Vanda. Mert még botladozik, a ügyfeleink próbálgatják, beszólnak neki, akkor ugyan mit fog nekik válaszolni, stb. Tehát megy még a próbálgatás. A lenyűgöző tény abban van, hogy 6 hónappal ezelőtt, amikor elindítottuk ezt a szolgáltatást, akkor mit tudott, és ma mit tud. Tehát a 6 hónap alatt olyan fejlődést tudott produkálni, amely humán környezetben egyszerűen nem megvalósítható. Tehát az a növekedési sebesség, és visszatérek újra a mozsgazdaságára és a sebesség növekedésre, az egyébként akár az 5G technológia, akár a mesterséges intelligencia nélkül egyszerűen nem megválaszolhatóak ezek a kérdések. Az alai önvezető járműipari klaszter azért jött létre, hogy abba a digitalizált világba megpróbálja megtalálni a válaszokat. Abba a világba, ahol egyelőre a kérdések még számosabbak, mint a válaszok. Ahol vannak problémák módszertani szempontból, oktatási szempontból, technológiai szempontból, szabványosítás szempontból. Ezek a válaszok most kell, hogy megérkezzenek, de jó hír az, hogy készen állunk arra, hogy a jó kérdéseket tegyük fel, és hogyha jó kérdéseket tesszük fel, és bátran felmerjük tenni a jó kérdéseket, akkor megérkezhetnek a jó válaszok. A mai konferencia, vagy az UTM Innovation Hub-nak a létrehozása is pontosan ezt szolgálja, szerény meggyőződésem szerint, hogy azok a klasszikus értelembe vett szerepek már nem távolodnak el egymástól, hanem közelebb lépnek. Egy ilyen típusú konferencia is pontosan azt szolgálja, hogy egymással tudunk beszélni, közelebb lépünk, és sebesebben tudunk haladni. És miért fontos ez? Azért, mert a következő időszakban, de nem 20-30 éves távlatban meggyőződésem szerint, hanem néhány éven belül el fog dőlni az, hogy kik lesznek a vesztesek és kik lesznek a nyertesek között. És ha mi mindannyian szeretnénk a nyertesek között lenni, akkor meggyőződésem szerint ezzel a hittel, ezzel a lelkesedéssel, ezzel az alázattal kell, hogy, és ezzel a nyitottsággal kell, hogy hozzáálljunk az együttműködéshez, és ebben a tekintetben kell, hogy megérkezzünk a jövőbe, mert szerintem rajtunk múlik az, hogy hogyan fog kinézni a jövő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.